Hogyan tedd Gardene? A játékosok ott tart keretében, és Dave 2 vagyok. Kiskapitálissal felső index 2. Igen, hát és akkor... Itt van Dragon Rider és Erzien. Jó reggelt! Sajátos egyedi stílusaikkal. Na, sziasztok mindenkinek! Hát most visszautazunk az időben egészen 11 évvel korábbra. De elérkezett a pillanat, egy legendás játék, szóval valószínűleg ez a stream vagy videó tele lesz referenciákkal. Hát, yeah! Igen. Még én annyira nem vágom ezt a játékot, ezt hozzá kell tennem, úgyhogy most szígyellem magamot, de tényleg. És akkor háromféle mód van. Van puzzle, van relax és kert. Menjünk a kertbe. Első pálya. És egyébként úgy működik ez a játék, hogy ezeket a négyszer kettes mezőket kell forgatni, és így kell hát ilyen kétszer kettes oszlopokat, vagy hát négyzeteket csinálni, és így lehet eltüntetni a pályát. És a kert, és kétszer kell megcsinálni ezt, és akkor van kész a pálya. Nagyon jó. Tehát ez... Igen, tehát ez egy nagyon jó bemutatás volt. Igen, és akkor várjuk, hogy jöjjenek a törpék. Akik, ha idegesek lesznek. Jó. Igen. És akkor légy szíves, mutass be a hudot! Igen, tehát itt van a, hogy mik érkeznek. Ötszörös kombom van. És majd ott jönnek majd a törpék, akik most nincsenek itt. Ott van a menü, ott a rules, ott van a nyanyadik szint. Van egy pontszám, és nincs idő. Itt nincs idő. Rules. Ja, itt nincs idő. Igen. Hogy lehet így élni? Tehát itt igazából... Még mindig várjuk a törpét, akit nagyon ideges, és most nem dobál. Majd jönnek szerintem. Amúgy nem nehéz ez a játék összességében. Nem tűnik olyan nehéz. És nem is rossz ez a játék, tehát hogy... Hangsúlyozunk, hogy ez nem egy rossz játék. Ja. Ez olyan... Én erre azt mondanám, hogy korosztály függő, tehát... Többen kész is van az első pálya. Szóval jó a játék! Na és akkor itt vagyunk az Awards Roomban, amikor mindenféle cuccokat kapunk, ilyen trófeákat, itt tudom, hogy megvan az első pálya, meg azt, hogy a 8-as, vagy 8-at egyszerre, 8 mezőt töröltem szét egyszerre, itt meg ugye az első gold medál, meg van itt úgy 5-ször hosszára. És 8-at akkor... töröltél? Hát 8-at töröltem le egyszerre a pályáról. Akkor... Hát ennyi. Menjük a második pályára, és ja, természetesen ne... Ezt sem kell mondanom, hogy 5 pályánként kapunk a kertbe új dolgokat. Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy elmondtad. Így van. Ja, muszáj volt. Ennyi. A szabadít. Igen, hát... Néha muszáj. És hát jó a játék. Tehát ez is lényeges dolog, szerintem, mondjuk említs. Mert mit is érne egy játék, hogyha rossz lenne? Hát, én. Amúgy ez most nem kifizette egy rossz játék, vagy jól értem, csak én nagy fasz. Hát, tehát ez egy, hogy mondjam, ez egy jó érzés azoknak a nézőknek, akik már itt voltak a YouTube-on 2010-ben, sőt, még előtte. 2008-ban is. Igen. Tehát akik már itt voltak akkor, azok szerintem nagyon is jól tudták, hogy ez így micsoda. Meg hát ugye a korpon önmagában személyisége is azért meghatározta rendesen a YouTube-ot, hiszen ugye a Freddy nem is kooperált. Persze. Okay. És ezt a gyereket nem ismertem, de jobb is én, bocsánat. De... Nem volt igazából rossz, tehát 8 éves volt, akkor jól tudom, de... 8 vagy 9. Mégis, tehát...
Én azt mondanám, hogy tehát jó szándékból mondom, de ő is kicsit olyan volt, mint a... hogy is mondjam, játékban fogalmazva olyan volt kicsit, mint a mesterlövész, hogy lehet, hogy nem volt a legjobb, de ennek ellenére mégis úgy tudta megfogalmazni a dolgokat, olyan stílusa volt, hogy mégis szerethető lett. Az érdekes. Jó, nem ismertem, Hát, de... annyi, hát jó, hát utána elkövetett egy nagy hibát, ezt tárgyaltuk is, akik esetleg nem tudják, évekkel később gyakorlatilag csinált egy ilyen remaster vagy rebootot a saját videójából, hát az hiba volt megcsinálnia, tehát... Lerombolta az egész franchise. Igen, hát a Nimbus-át gyakorlatilag egy kicsit sikerült rombolnia. Az úgy szép, azért. Tehát igen, tudjuk, hogy amikor mutál az embernek a hangja, meg azért az évek múlásával, átjön az, hogy nem ugyanaz. Meg hogy mi az, ami direkt van, és mi az, ami nem direkt van. Hát... te lejött, hogy azért nem minden poént szán direkt, hanem van, ami úgy véled lejött, igen, gondolom. Hát akkoriban az volt, tehát az első videóján érezni, hogy azt önmagad csinálta. A rebootban meg érezni, hogy önmagára akart hajazni. Hát jó, az nem ugyanaz, nyilván. Igen. Minden esetre nem volt egy rossz. Tényleg az, amit csinált. Meg hát ott volt a második legendás játéka. A Mummy Maze. Igen, tehát... világos. Hát nem véletlenül volt az, hogy gyakorlatilag a korban, akik már akkoriban videóztak, mindenki tudta a híres hárombetűs szójárását. Na, az be. Na jó, jó. Tényleg. Amit majd fogunk majd hallani Dávidtól is, hogyha oda fog érni. Jesus. Alig van három, mindjárt ott lesz. Igen, úgy. Ez az. Mindjárt ott lesz, és akkor ki lehet engedni. Ha pontosan. Már... és az ötödik pálya következik. Igen, ez és a... akkor végre most már itt vagyunk az öt pályán. Egyre többfajta virág van. Nagyszerű. Igen, most írta a játék egyébként, hogy időre mennek a játékok, tehát idő van, ahogy lehet látni a képen. Igen, is. Tehát most már lehet látni, most már idő van. Jó a játék, itt idő van. Idő van. Hát néha az is kell. És mi mindig nem látunk törpéket. Azt szerintem az ötödik pályától jön majd be. Igen. A hatodik pályától. Szerintem, vagy nem tudom. Csak mindig szokatlan nekem ez a játék, aztán rá kell magamat hangolni. Jó, mondjuk tényleg ez korosztályfüggő ez a játék, mert amúgy nem tűnik egy vészes dolog. Persze, tehát... Ezek a játéknak is egyébként ugyanaz a hibája szerintem, mint a Supercov. Könnyű és kurva undalmas egy idő után. Igen, hát meg... ez a lényeg, igen. Hát meg a másik tényleg az, hogy... kész is van, majdnem lejárt az idő, de meg lett. Na, és akkor... itt van a kertépítő, ahol lehet a kertet hát módosítani. És öt pályánként kapsz a kertbe új dolgokat. Annak függvényében, hogy milyen szintet érsz el. Tehát ha bronzot érsz, akkor egyfajtát, ha ezüstöt, akkor kétfajtát, ha aranyszint, akkor még háromfajtát. És na, már nyomjál aranyklót, mert... és akkor... megmutatom következő. Kertemet! Nem. És akkor ízenni már lehet látni... Eddi... és akkor Dávid mondjuk, hogy eddig szar... Bad! No, bad! Istenem, és ott vannak a fák is. Ja. Ez igen. Ez gyönyörű ez a játék, igen, úgy. Ez a három szó így egymás után mondva
Hát ez tiszta 2008-2000. Ha már csak tényleg ide be kéne vágni azért a YouTube himnusz, és akkor teljesen itt vagyunk a... Ennyi. Tehát... Visszamentünk az időbe. Igen. Ja, azt hiszem... Van, bejön egy újabb nehezítés, vannak itt ilyen kövek, amikre azt írja a játék, hogy úgy lehet eltávolítani, hogyha a kövek mellett csinálsz egy négyest, és akkor eltünteti. Most egy jobban átlátjuk a játékot, hogy hogyan is akar ez működni egész pontosan. Gondolom a törpék azok, nem tudom, majd a vége fele, vagy nem tudom, hogy hogyan fognak bejönni. Biztos ez is majd mondom, ilyen öt pályánkéntos tényező lesz, mert azért most szerintem a öt pályára erejéig lesz ez a kövezés, és akkor majd utána többül. Meg lesz a kövezve, igen. Ja. Igen. 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 Igen, már csak ez kell. Megint a telefon, bazd meg, jó volt. Csak hát most izé. Majd direkt így bevágva, hogy így akkor teljes legyen így a feeling. Ja, ez teljes mértékben az. Jaj, bazd meg. Ja, nem, mert Dávid elfelejtetted az unregistered Hypercam logót kite. Még az is megoldható majd így. Igen. Tehát unregistered Hypercam 2-es videók. Igen. Hát, vagy, annak idején én is úgy kezdtem. Hát... Nem tudom... Én... Nem tudom, a Frep számláló volt nálam még, ami beragadt, de hát annak idején az volt a másik. Na és teljesítettük a szinteket. Igen. Na. Én mindig várom a törpéket. Akik idegesek lesznek. Na kiderül, hogy jönnek-e. Első körben... Valami szisztémát kell kidolgoznom, hogy hogyan tudom minél gyorsabban ezeket a... levélgeciket megcsinálni. Nézem, most ez gyorsan meg lesz, mert mindjárt végzek. 3-4, de még... Az igen, hogy dobta a kombókat. 8. pálya. Na, itt vannak ezek a törpék! Akik, ha idegesek lesznek, akkor követ fognak dobni a térre. Bozz meg. Az a lényeg ennek, hogy ugye ezek a törpék ugye köveket dobnak, és mozgatni kell, tehát folyamatos mozgatásba kell lenni a játékban, mert különben dobják a köveket. És minél magasabb ugye ez a számláló, annál több követ dob. Annál inkább ugye dobják a köveket. Ennyi. Hát ugye majd úgy kell mozgásban lenni, hogy fontosan csinálod ezeket a négyes okokat. Tehát akkor lesznek csak idegesek. A négyes, tehát hogyha nem csinálod ezeket a négyes cuccokat. Tehát ott vannak ezek a törpék, és akkor ha idegesek lesznek, akkor így köveket dobtak ide, hogy lehet látni. Igen. Egy, ez annyi aranyos, na, ahogy elmondta annó, az... Hát azért rendesen benehezül a játék egy idő után. Igen, egy idő után benehezül. De még mindig az a véleményem, hogy ettől függetlenül ez a játék. Hát tényleg egy adott korosztálynak jó. Persze. Tehát az, persze ez így teljesen megállja a helyét. Tehát... Ez így van. Tehát most mit tudom én, tehát nem a PUBG-seknek való, meg a izéknek. Nyilván nem. Ja.
természetesen itt is él az a szabály, hogy kétszer kell az összes ilyen cuccot megforgatni, mert különben gáz lesz. Na, megint ott van az egy kő. Jó, az is megvan. Elmondjuk be ezeket a leveleket. Jó. Ezt is még egyszer. Ja, úgyhogy el lehet vele szórakozni, tehát nem egy rossz játék. Nem. Ez egy jó játék, hát igen, csak. Nem mindegy, milyen tálalásban van. Hát azért. De azt szóval hozzáteszük, hogy tényleg az a baj vele, hogy kezd jól valós, igen. Hát igen, tehát most én is próbálnék még valamit mondani, de egyszer nem tudok mit mondani már erre. Tehát, hogy így oké, de így oké. Kávé, ez jó. Nagyon, nagyon meh-szerű játék így egyébként. Hát, igen. Szóval jobb, ilyen nem lehet más mondani, igen, ennyi. Megvan, az is megvan. Akkor... Baj, hogy... Persze, azok ugyanazokat a köveket oda visszavaszta. Szemétláda, kurva. Moskos szemétláda. Az. Nem moskos állat. Megvan. Megvan. És mindentől már nem lesz vészes. Persze, hogyha ilyen véletlen kombókat nem nyom nekem a játék ide be. Enchanted Gardenet. Akkor hát nézzük a kertet, ugye nem nagyon lehet másmit csinálni, hanem csak ez a három fajta van. Még egy pályát még megnézek, aztán én nem tudok mit mondani erre. Mondja, hogy a gnómok, a törpék újabb fajta támadást találnak ki, és ez a mérő mutatja az, hogy éppen milyen támadás fog lenni. Vannak ezek a magyarok, nem tudom mire jó ez, ezt is lehet párosítani. Ja, mert itt új izék vannak, ja látom, tehát új vannak. Nyilván az új fajta kertbe. Majd az elején még az a jó, hogy igazából bárhova teheted a dolgokat, mert igazából először csak az a lényeg, hogy az így meglegyen. Aztán utána tényleg ennyi, tehát... Hát ennyi. Van. Ezeket is eltüntetszik az a kígyókat, vagy nem tudom, mik ezek. Igen. Ja, az ilyen százlábú vagy, ja. Érdekes. Nagy. Bazzeg, milyen dekoncentrált vagyok. Lőjj! Hát ez az. Tehát, hogy még az, hogy mit tudom én, ki fog rajtam, nem is tudom igazából erre mit mondani. Hú, ezért nagyon utolsó pillanatban szereztem azt a kombót oda. És az hát, egyik... Úgy egyik legjobban értékelt komment az eredeti előadónál, az egy Erzén hétetvejét nevezettű kollégától származik. Azt nézem közben. De ismerős a neve. Ja, az eredeti videónál. Igen, ez az öt... Nem is emlékszem, nem is emlékszem már rá, na. Megint.
Na, és ez a pálya is készen van. Na jó, még a tizediket megnézzük, aztán kapunk a kertbe új dolgokat. Igen. Jaj, pont ezt a pályát mutatta be ez a gyerek. Jézus, én erről hogy nem tudtam úgy. Előfordul. Köszönöm, értem. Igen. Egyébként én is csak Vizor által ismertem ezt az egészet meg. Hát én is igazából onnan, utána rákeresek, utána hogy Freddynél is volt a srác, utána mondom rákeresek, mi ez a híres videó, na, akkor innentől megnéztem, mondom jó, ennek minden perce a gyarany, tehát. Ja, tehát ez minden YouTube-osnak a, hát, kedvenc jelenetének kell, hogy legyen, tehát ennek kell lennie a legnépszerűbb videónak, nem a mostani mainstreameseknek. Most kertbe megyek! Nagy korponai mester. Ez az. Akkor, mindjárt mondom akkor. Akkor szétrobban a kő. Jaj, meg a másik, tényleg ez is igaz. Most egy picit füves, aztán pedig már nagyon füves. Igen. Na, és akkor kertben nézünk. Füves, most nagyon füves. Megmutatom kertemet. Eddig szar. Pad! Pad! Fák. Fák. Na, szóval ja, ez a lényeg. Tehát én is feloldottam a fákat, meg a padot. Hát szar nincsen, de hát az nem is baj. És akkor ugye itt lehet az öt pályánként kertbe kapni az új dolgot. Nézzük még meg, hogy mik vannak. Hát ugye van a puzzle, amikor ki kell agyalni, hogy hogyan lehet ezt a pályát megcsinálni. The puzzle! És az a lényeg, hogy úgy kell forgatni ezeket a cuccokat, ahogyan itt a bal oldalon ki van téve. Tehát, tudom én, így. Meg. Kész is van. 8 másodperc alatt megvan a 2 perc alatt. 2 perc könnyedsége is. Azt nézem, hogy... Aha, szóval ebben is... Ennek is saját storyline-ja van, úgy, mint a kertnek. Persze. Tehát ezt is külön lehet, meg lehet csinálni. Nézzünk még egyet. Azért, mert ez kicsit rafkósabb. Hát ez már nagyon füves amúgy. Ja. Ez az. Én rafkós kicsik is. És akkor már csak a... Így. Is van. Szóval ez a puzzle mód, vagy puzzle mód, és van még a relax. Itt a puzzle. Van a relax. Puzzle mód. Relax tehát, mód. Mert aki nem tudja, korponainak egyik tehát lehet így hallani, hogy mindig a mondatok végét húztam meg. Igen. 300 pálya van ebben a relax módban, bazd meg. 300. Milyen időmilliómosnak kell lenni, komolyan mondom, hogy ezt meg lehessen mindet csinálni. Úgyhogy... tehát nagy időmilliómosok játéka ez, nem is tudom. Kicsikét nehéz irányítani amúgy ezt a négyes mezőt, ugye az egérrel irányítod. Az egészet. Várj, készen van. Aha, és itt nincsen az a kuk, hanem csak önmagában megy. Na jó van, hát akkor... Muszáj fog propostolni valamit. Úgyhogy... itt vannak ezek a nagyszerű fejlesztők, ők fejlesztették ezt a játékot. Hihetetlen módon.
És hát ennyi ez az Enchanted Gardens. Hát nem tudom, hogyha valaki esetleg követel végigjátszást, akkor üvöltsön mindenképpen, aztán megoldjuk. De egyébként most ennyi, tehát ennyit lehet erről elmondani. Ja, és abban a játékmotorban íródott, ami alatt fut a 008-es ügynök. Igen. Ennyi. Torque motor. Fogáltatja. Úgyhogy nem tudom, esetleg még valami, esetleg amit szeretnétek hozzáfűzni. Hát, köszönjük! Hát egy ilyen apró retrózásnak így jó volt, de mivel én nem nagyon tudom, miről volt szó, egy picit nehéz. Ja, hát de akit érdekel a téma, annak biztos, hogy sokat mond ez így. Mert amúgy nem rossz. Jó, hát ez most... Na most ez túl nehéz, tehát vannak olyan részek benne, igaz, Dávid? Igen, elég nehéz. Igen. Nagyon túl nehéz. Na jó, hát... akkor ennyi volt ez az agyhalál. Ezt gyorsan lezavartuk. Igen. Igen, úgyhogy köszönjük szépen. További szép napokat! Köszönjük szépen a figyelmet. És akkor hát a... De nem elfelejteni, hogy nyakunkon van a századik, úgyhogy... Marosan. Húha! Hát akkor... Igen. Addig is legyetek jók, és hát sziasztok! Na csőztük! Na sziasztok!